2019. december 6-án magyar idő szerint 9:18-kor Új-Zélandról felbocsátották, majd sikeresen pályára állították a műegyetemen készült Smog P nano műholdat, egy szintén magyar magánfinanszírozásban készült kis műholddal, az ATL-1-jel közösen. Így a MASZAT néhány évvel ezelőtti sikere után ismét teljes egészében magyarok által tervezett és kivitelezett műholdak keringenek az űrben. A történet az MASZAT 1-jel kezdődött, annó még 2007-ben alakult itt a Műszaki Egyetemen, konkrétan a villamosmérnök és informatikai karon két tanszék együttműködésében egy műholdfejlesztő csapat, amely elhatározta akkoriban, hogy elkészíti Magyarország első műholdját. Tehát nem csak az addigi tapasztalatokra építve, ugye itt van egy űrkutató csoport is a szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszéken, akiknek már 18-19 sikeres küldetésük volt, tehát különböző űreszközök fedélzetére terveztek, készítettek különböző rendszereket, alrendszereket, itt az energiállátó rendszertől egészen a kommunikációs rendszerig a fedélzeti adatgyűjtőn át kell gondolni, meg hát megemlíthetném a filét is, mint a leszálló egységet, ami a üstökös fedélzetén landolt ugye néhány évvel ezelőtt, ami egyébként egy európai űrügynökség által szervezett projekt volt, de ezekre a tapasztalatokra építve ugye összejött az a fajta kritikus mag, amely képes volt nagyjából 5 év alatt előállítani Magyarország első műholdját, egészen a gondolattól, egészen odáig, hogy elkészült a műhold, és 2012. február 13-án ugye földkörüli pályára állt az akkori ESA rakétával, gyakorlatilag Francia Guyanából. Egyébként heted magával, de igazából csak a MASZAT 1 volt az, aki üzemszerűen teljesítette a küldetést. 1062 nap után gyakorlatilag ő bezuhant a Földnek a légkörébe, hiszen egy olyan földkörüli pályán keringett, amelynek ez volt a fizikai élettartama. Utána, hát még nem is, tehát a MASZAT 1 még élt, konkrétan üzemeltettük, körülbelül másfél éves volt a MASZAT 1, miközben mi szerettünk volna tovább menni és folytatni az egyetemen, az oktatási vonalon történő műholdfejlesztést. Ez a fajta műholdfejlesztés, ez időközben hát kisebb méretűvé kanyarodott. Gondolok itt arra, hogy nem 10x10x10 centis egy CubeSat méretű műholdat csinálunk potenciális második magyar műholdként, hanem ennek a 8-ad akkora térfogatát, vagyis 5x5x5 centis és egy paket cube osztályú műholdat, tehát zsebműhold kategóriába kerülő műholdat, illetve időközben a fejlesztés során, ugye ez egy új fejlesztő csapatot eredményezett itt a villanykaron, illetve a gépészkarral együttműködésbe, villamosmérnök és gépészmérnök hallgatók, meg informatikus hallgatók dolgoztak ugyanúgy a projekten. Ezek az egyetemi hallgatók gyakorlatilag diplomamunkaként, önálló labortevékenységként, szakdolgozatként foglalkoztak különböző műholdfedélzeti alrendszereknek a fejlesztésével, tesztelésével, minősítőmérésével és ezzel együtt járó mindenféle dokumentációval. Konkrétan ők ezért kaptak diplomát, tehát egy űrtechnológiában jártas mérnök gárda került ki nagyjából 5 év időtartam alatt, akik hát mondanom se kell, hogy gyakorlatilag egy másodpercet nem töltöttek munkanélkül az iparban, hiszen ilyen tapasztalatokkal igazából elég jó referenciának mutatkozik, hogy az adott műholdnak valamelyik alrendszerét én csináltam. Szóval a lényeg az, hogy oktatási vonalon kerestünk egy olyan kísérletet, ami mondjuk 5x5x5 centis kocka méretben, tehát 125 köbcenti térfogatban, és most már tudom mondani 183 grammos össztömegben realizálható. És igazából a fő támogatónk az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság volt. Ez azért érdekes, mert ugye ők foglalkoznak nem csak Magyarországon, de főként Magyarországon a frekvencia engedélyeztetéssel. Vagyis az a fajta kísérlet, amit mi a Smogra kitaláltunk, az az elektroszmog mérés. Tehát az ember által keltett rádiófrekvenciás szennyezettségnek a mérése földkörüli műholdpályán való keringés során, és azt a frekvencia tartományt céloztuk meg, ami a földfelszíni digitális tévéadóknak a frekvencia sávja, ahol dominánsan az emberi tevékenység által keltett legnagyobb mértékű ez a fajta szennyezettség, hiszen a HD minőségű digitális tévéjelet
el kell juttatni a tetőantennával vagy szobaantennával tévét néző, tévénéző irányába, és ehhez adó teljesítményre van szükség. Na most ez a 460-tól 860 MHz-ig terjedő frekvencia tartomány volt a kiszemelt spektrum részlet, amit mi monitorozni szerettünk volna, hiszen a műhold nevéből adódóan RF smog, tehát rádiófrekvenciás szennyezettségi térképet szerettünk volna megalkotni, és ez lett az elsődleges hasznos kísérlete a smog egynek, illetve hát jelenleg a smog P-nek, ugyanis itt eléggé bonyolult volt a küldetésnek az idő görbéje, hiszen úgy indultunk, hogy a maszat még fönt volt másfél évesen a pályán való keringése során, bőszen üzemeltettük, ahhoz képest ugye belekezdtünk egy ehhez képest 8-ad akkora térfogatú, kevesebb mint 4-ad akkora ösztömegű kisműhold fejlesztésbe. A Smog P az első magyar Pocket Cube, 5x5x5 centi méretű műhold, teljes egészében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen készült oktatók irányítása mellett egyetemi hallgatók aktív részvételével. A fejlesztésben a villamosmérnöki és informatikai karon, a széles sávú hírközlési és villamosságtan tanszék mellett a gépészmérnöki kar hallgatói, valamint külső szakértők is részt vettek. A felbocsátás költségét a villamosmérnöki és informatikai kar, valamint a külgazdasági és külügyminisztérium biztosította. A Smog P feladata, hogy elkészítse a Földünket körülvevő térség elektromágneses szennyezettségét bemutató első térképét. Ez a műhold tulajdonképpen egy előfutár, erre utal a nevében a P betű is, azaz prekurzorként dolgozik a vélhetően októberben felbocsájtandó Smog 1 műhold előtt. Hát erről az 5 centis élhosszúságú kocka műholdról van szó. Ő úgy néz ki felépítésileg, hogy van 6 darab külső oldala, és belül található 5 belső lemez. Gyakorlatilag minden felületen található valamilyen elektronika. Ugye kívülről mindegyik oldalt napelem borítja az eredeti űrben is, az űrben levő műholdon. A belső lemezeken pedig két oldalas, illetve 2, 4 és 8 rétegű nyomtatott áramkörök találhatók. Több alrendszere van egy ilyen műholdnak, ugye első körben kell valahonnan elektromos teljesítményt szereznünk. Ehhez való a műholdnak a napelemes energiaellátó rendszere, ez az, amit én is fejlesztettem. Ezek után kell egy energia szabályozó és hát átalakító rendszer, ami a napelemből érkező teljesítményt az akkumulátorba beletölti, illetve utána szétosztja a többi alrendszer számára, ezt hívjuk központi energiaellátó rendszernek. Aztán ezek mellett megtalálható a fedélzeti számítógép, mint maga a műholdnak az agya, és a rádiós, illetve spektrumanalizátor alrendszerek, mint hasznos teher a műhold fedélzetén. Ugye a spektrumanalizátor alrendszer végzi el magát a kísérleti méréseket, a rádiós alrendszer pedig felelős azért, hogy a rádiós linket megvalósítsa a Föld és a műhold között. Most ezen a modellen nincs rajta az antenna, de valójában ugye megtalálható rajta két pár bicikli fékbovdenből készült antenna, amit most már így mi űrminősítetté is tettünk. És így röviden ezek azok a elemek, amikből összeáll egy ilyen műhold. Minden alrendszert hibatűrőre terveztünk meg. Mérnöki szakszóval ez egy redundánsan megtervezett, egy pont meghibásodásra tervezett rendszer, ami azt jelenti, hogy minden alrendszerből legalább 2 darab található a fedélzeten, 2 kivétellel, az egyik az akkumulátor, amiből egyetlen egy fér bele a térfogatból adódóan, a másik pedig a napelemes tápegységek, ott pedig mind a 6 oldalon található egy. Egyébként minden más 2-szer van benne a műholdban, és hogyha valamilyen hiba történik valamelyik alkatrésszel, akkor át tudunk kapcsolni a pót alrendszerre, és ezt már ki is próbáltuk élesben. Látjuk is a telemetria adatokból, hogy többször váltott már egyik, illetve másik alrendszerre a műhold, különböző okok miatt, amik az űrben bekövetkezhetnek. A műholdak vezérlését és adatainak vételét a Műegyetem E-épületének tetején található rádióállomásról biztosítják.
A Smog B és az ATL egy alacsony földkörüli pályára került, tehát ez azt jelenti, hogy olyan 350 km földközel és 400 km földtávol pontú pályán keringenek. Ez azt jelenti, hogy nem olyanok, mint a otthoni parabolás tévé, hogy egy fix pozíció beállítjuk az antennát, és akkor azt nem kell mozgatni, és állandóan vesszük a műhold jelét, hanem ez naponta olyan 4-5-ször látszódik Magyarország fölött, mivel 90 perc alatt kerüli meg a Földet, tehát 7 km per másodperccel keringenek a műholdak, és ebből adódik az, hogy maga a műholdpálya az igazából fix, és alatta a Föld forog ki, és ezért van az, hogy nem állandóan látjuk a műholdakat, és ezek az áthaladások körülbelül olyan 5 és 10 perc időtartamot ölelnek fel, tehát összességében naponta 60 percet tudunk a műholddal kommunikálni, és ezt úgy próbáltuk meg, mint a MASZAT 1-nél is, hogy a rádióamatőrök segítségét kértük, világ számos táján, illetve Magyarországon is, hogy vegyék a műholdunk jeleit, és küldjék be interneten keresztül, mert a honlapunkról le lehet tölteni egy alkalmazást, és az tudja értelmezni a rádió által vett jeleket, demodulálja, dekódolja és beküldi nekünk interneten. Ezzel gyakorlatilag nagyságrendekkel meg lehet növelni a letöltött adatmennyiséget. Minden áthaladást kihasználunk. Az első időkben, a legelső alkalomkor, amikor műholdnak az első jeleit vártuk, akkor itt voltunk ebben a helyiségben, de mivel az állomásunk távvezérelhető, innentől automata és távvezérelhető, innentől kezdve az első időszakban még internethez közelbe kellett menni és kézzel kellett követni a műholdat, mivel ezeknek a eleinte a pálya az stabil ugyan, de a radarozás, amerikaiak radaroznak minden ilyen néhány centinél nagyobb objektumot, és szerencsére ezt publikussá is teszik, nyilván nem a kém műholdakra, hanem az ilyen meteorológiai és CubeSatokra, tehát polgári célú műholdakra. És innentől kezdve az eleinte még a TL-ek nem voltak pontosak, mert eléggé nehéz nekik ilyen 5 centis méretű packet cube-ot rendesen radar végre kapni. És tehát innentől kezdve az elején még nem volt megvalósítható az automata követés, mert a kézzel kellett korrigálni a Doppler csúszást. És utána már, mikor a december végén, január elején már eléggé stabilak voltak ezek a úgynevezett TL-ek, tehát pályaadatok, onnantól kezdve automatikusra állítottuk, csak annyi, hogy naponta reggeli pályák után ránézünk, megnézzük, hogy milyen fájlok töltöttek, milyen fájlok, milyen adatgyűjtések hajtottak végre, és akkor fölküldjük a következő esti pályákon, hogy akkor ezt meg ezt még ezt csináld meg, ezt meg ezt meg ezt töltsd le, és akkor így megy minden nap folyamatosan. Végezetül beszéljünk az antennákról, hogy így járok az épület mellett, akár a villamossal, akár kocsival, mindig csodálom, hogy újabb és újabb antennák nőnek ki a tetőből, és most is két nagyon szuper parabola ívvel ellátott nagy nyereségű antennátok van, de hát gondolom nem csak azzal lehet venni ugye a műholdat. Igen, nekünk egy 4,5 méteres, illetve egy 3 méteres parabola antennánk van, tehát azért kellett, mert két műholdunk ment egyszerre föl, ugyanaz, eleinte még ugyanazon a pályán voltak, ugyanakkor az idő pillanatban volt az áthaladás, tehát egyikkel az AT-t vettük, a másikkal a Smog P-t vettük, illetve egy hónappal ezelőtt a fél éves időintervallumban megtörtént egy lekőrözés, tehát a Smog P műhold lekőrözte az ATL egy műholdat, mert egy kicsivel egy ilyen séta, vagy egy kisebb, lassabb futótempóval gyorsabban került ki a kibocsátó szerkezetből a Smog P, és hát mostanra egy fél év alatt kőrözte le az ATL egyet. De persze nem csak ilyen nagy antennákkal lehet venni a műholdak jeleit, hanem van jóval kisebb antennával is lehet, meg jóval egyszerűbb szerkezetével, ráadásul jóval olcsóbb antennával. Ez egy ugye mérőszalag és colstokból épített antenna. Ehhez egyszerűen egy számítógép kell, amiben be tudjuk dugni. Az USB portja, illetve van egy RTL SDR, tehát egy USB és SDR vevő, amivel gyakorlatilag számítógép csatlakoztató, utána már csak azt kell megválni, hogy a műhold felettünk legyen, és utána kézzel irányítjuk, hogy merre van a műhold.
A startköltség az külön van, azt ugye nekünk is ki kell fizetni a rakétás cég felé gyakorlatilag. Itt a SMOK-P esetében a villamosmérnök és informatikai kar itt a Műszaki Egyetemen által a startköltségünknek a felét pedig a Külügyminisztériumnak az űrkutatásért és űrtevékenységért felelős főosztálya biztosította, ez nagyjából 25 ezer euró költség, ATL egy vonatkozásában pedig 40 ezer euró. Itt vannak különböző képek a hátam mögött ezzel kapcsolatosan, hogy milyen díjazásban részesültünk, meg hát azért mégiscsak referencia, nem csak az első, hanem a második, meg a harmadik magyar műhold is, hogy igazából itt készült a mi egyetemen.